Köszöntöm Önöket! Megszokhatták, a szerda, akkor kilátó. A mai adásban szó lesz arról, hogy Miskolc partnerséget kínál civileknek és cégeknek a klímavédelem elleni küzdelemben. De előbb Mátyás Lajos sebésszel, a Vármegyei Központi Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk arról, hogy jelölték a Szent Györgyi Albert orvosi díjra. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek én is! Kezdjük talán azzal, hogy hogyan fogadta a hírt a jelölésről. Hát meglepődtem, végül is ugye az ember ilyenekre nem számít, mert ugye nem ezért végzi a munkáját, de hát ez egy jó leső érzés, hogy valaki vagy valaki gondoltak rám és jelöltek erre a díjra. Hogy történt a jelölés és mi lesz pontosan a folyamat, hogyan jut el valaki a díjtól, a díj átvételéig pontosabban? Hát ez egy teljesen volunteer dolog, akit érdemesnek tartanak arra, a feltételek alapján, amit a Goodwill Pharma alapítvány megjelenít, nyilván ezt többen olvassák, ismert gyógyszercégről van szó, és akkor ugye ez alapján jelölnek valakit, valakiket, nyilván több jelölt van ebben a helyzetben, és ez egy nagyobb régióban, itt Észak-Kelet-Magyarországot érinti ez a lehetőség. Ezt követően pedig ugye egy bizonyos idő után lezárul a jelölés, én is csak ugye az adminisztratív információkból tudom, és 19-től pedig a lakosság szavazhat egyik, másik, harmadik, negyedik, sokadik jelöltre. Ugye több mint 50 évvel ezelőtt szerezte meg az általános orvosi diplomáját. Melyek voltak a legnagyobb, legfontosabb sarokpontjai a pályafutásának, a munkájának? Hát valójában a aranydiploma átadás volt a elmúlt évben, pontosan 50 éve. Ezt követően én egy járási kórházba kerültem, ahol egy nagyon jó orvosi csapattal találkoztam, és ott általános sebész lettem. Egészen 1981-ig dolgoztam ott, majd pedig közben én egy picikét kitekintettem, és ugye Magyarországon akkor indult az érsebészet, teljesen a bölcső szélén találtam én is magamat. Aztán mikor ugye ez kezdett lábra kapni, akkor egy nagyobb városokban, például Miskolcon is eldöntötték, hogy érsebészeti szakmát befogad, illetve ilyen osztályt létesít a megyei kórház, és így kerültem, mert 81. szeptember 1-én. És ettől kezdve ugye idézőjelben az érsebészet hálójába kerültem, illetve hát ahogy itt mindenféle egyéb dolga épült, formálódott ennek a területnek, ezt ugye próbáltam követni itthon, külföldön. Volt egy periódus, ugye egy szerencsére ugye sikerült egy fél éves ösztöndíjat szereznem még a kezdetekben, és ugye Németországba töltöttem ezt, illetve tanultam. Ez ugye alapvetően meghatároz mindenféle dolgot egy ember életében, én is így voltam vele. Rengeteg kapcsolat alakult ki, ugye a német-osztrák-holland kollégák, ez főleg a német nyelvterület volt, és aztán teljesen bekapcsolódtunk természetesen az angol nyelvi területekbe is, akár Európán, akár belül, akár Európán kívül, és így végül is ez az osztály ismert lett az országon belül. Tulajdonképpen ez volt az első önálló érsebészeti osztály ilyen kórházi körülmények között. Aztán ugye Miskolc, meg ez a miskolci érsebészet integrálódott a nemzetközi érsebész életbe. Ez a mai napig is megvan, kollégáimat is ugye erre kapacitálom. Tehát ismerünk nagyon sok osztályt, kollégákat szerte a világban, vice versa, ők is ismernek bennünket. Mennyire volt nehéz ez az indulás? Ugye említette ön is, hogy 81-ben került ide Miskolcra, egy új osztálynak a születésében vállalt szerepet. Mennyire volt nehéz az indulás, illetve milyen kihívásokkal szembesültek? Csak kihívások és nehézségek voltak, de hát ugye erre számítottunk, ezért jöttünk, és szerencsére egy olyan csapat gyűlt itt össze, aki közel hasonlóan gondolkodott. Nem volt osztály, se fizikailag, se szervezetileg. Ez nem volt egyszerű, de részben szerencsés volt, mert magunknak raktuk össze. Tehát fizikailag is úgy épült ez az osztály, hogy mi szerettünk volna. A személyzet is nyilván úgy válogatódott, úgy szelektálódott, hogy egy-két-három éven belül ez úgy igazából lábra kapott, és mint említettem, ez volt az első önálló érsebészeti osztály. Ezt követően már csak tovább kellett építeni napról napra, évről évre.
De hát ez nem áll meg ez az egész folyamat, mert egy olyan innovatív, az egész orvoslás. Ezen belül pedig ezek az új szakmák, mint az érsebészet, és ez ugye egy ilyen progresszív, innovatív folyamat részese, és hát ugye ezt nem tudjuk abba hagyni, követnünk kell, benne vagyunk. De hát ugye ez egyrészt az élet hozza, másrészt pedig, ami a kollégákban benne van ez a innováció, vagy ennek az igénye, ez viszi igazából tovább ezt a dolgot, és építés mindig olyan szinten tartja, ahogy azt éppen én, vagy mi közösen elvárjuk. Több mint 40 éves kapcsolat fűzi Miskolchoz. Nem vágyott el soha máshová? Ugye ön is említette, Németországban volt ösztöndíjas, nemzetközi konferenciákon vett részt folyamatosan, tudományos társaságoknak tagja, illetve tisztségviselője. Dönthetett volna úgy, hogy akkor Miskolcot mégiscsak itt hagyja, de azért valami ide kötötte. Mint említettem, ugye ez a mi gyermekünk, tehát itt született közösen nevelgetjük ezt, nevelgettük, fogjuk is, gondolom. Ha én már nem vagyok, gondolom, a kollégák tovább viszik ezt az egész attitűdöt. Nem akartam soha külföldön maradni. Ugye ott ez elég nagy kísértés volt abban az időben, de az szerencsére nem volt annyira egyszerű, mint a mai nap, hogy kimegyek, és ott maradok, és ott dolgozok. Se adminisztratíve, se pedig ugye jogilag, mert ha én nem jövök haza egy fél év után, akkor ugye gyakorlatilag, tehát illegálisan kellett volna külföldön maradnom, de nem volt ilyen gondolatom soha. Sőt, amikor hazajöttem, akkor át kellett vennem ennek az osztálynak a vezetését. Természetesen, ha már valamit elkezdtünk, akkor ugye végezzük becsülettel, tisztességgel, úgy, ahogy magunktól más dolgokat is elvárunk. Voltak olyan kérések vagy elképzelések, hogy tekintve, hogy itt jól ment, és ugye jól összeszedettem ment a dolog szakmailag is, szervezetileg is, fővárosban is alakult egy-két helyen ilyen érsebészeti kezdeményezés. Voltak felkérések, de szerencsére mindig egy olyan érzés volt bennem, hogy nekem itt a helyem. És hát ez most már ugye eldől dolog, mert nyilván innen mint érsebész, mint orvos nem nagyon fogok elmenni. De nem volt ilyen gondolatom soha. Jó ezt hallani. Az orvoslás mellett a tanítás Szent Györgyi Alberthez hasonlóan szintén fontos szerepet játszott az ön életében. Természetes. Először is ugye nekem magamnak is tanulnom kellett nagyon sokat, mert mint mondtam, az érsebészet akkor indult kvázi Európában is, de Magyarországon tényleg a bölcső szélén csüngtünk. Tehát amikor az ember megtanul valamit, akkor ugye kötelessége, hogy azt átadja azt a tudást másoknak is. Két ok miatt, egyrészt, mert ugye ez nem egy öncélú helyzet, másrészt pedig hát egy osztályt működtetni csak úgy lehet, hogyha hasonló kvalitású emberek, akik arra képesek a emberileg, orvosilag és ugye tudományos kapacitásukat tekintve, azoknak ugye kutya kötelessége felnőni egy olyan szintre, vagy talán magasabb szintre, mint az osztály vezetője. Bizonyos tekintetekben vannak olyan speciális feladatok, amit bizonyos kollégáknak jobban kell tudni, mondjuk, mint az osztály vezetőjének, és ezért nekem mindig az volt az elvem, hogy küldeni, tanulni, képezni. Ösztöndíjakat szereztem kollégáimnak is, nyilván azokon a területeken, ahol én ismert vagy ugye elfogadott voltam, szerencsére ezeket meg lehetett oldani, azon túlmenően ezek hosszabb idejű, pár hónapos ugye tudományos ösztöndíjak voltak, ezt követően pedig hát nap mint nap, tehát ezt nem lehet abba hagyni. Ma már egyszerűbb ez a történet, ugye, mert az interneten szinte minden megvan, közel hozzá egymáshoz a kollégákat, osztályokat, társaságokat, és hát mindenféle olyan információ gyakorlatilag real-time megtalálható, ami szükséges ahhoz, hogy intenzíven tovább lépjen, vagy tanuljon bárki,
De hát nyilván az ember elég gyarló, és azért ugye kapacitálni kell magunkat is, meg ugye egymást, hogy ezt kövessük, ezt a szükséges jót. A tanítás mellett az orvoslás is egy olyan szakma, ami óriási elhivatottságot igényel. Ön mit tart a legnagyobb sikerének? Ugye itt beszéltünk tanításról, beszéltünk orvoslásról, számtalan területet érintett, ott volt egy osztálynak a felépítésénél, mégis mik voltak a legnagyobb sikerei, hogyha visszatekint erre a több évtizedes pályafutására? Hát ezt nehéz megmondani. Ugye a kezdetek az első, mikor az ember egy bajt megállapít. Ez egy csodás dolog. Ha azt a bajt orvosolni is tudja, az a következő lépcső. És ugye ezek így egymásra épülnek. A pályám kezdetén a diagnosztika, meg mindenféle olyan lehetőségek, amik nagyon-nagyon-nagyon megkönnyítik, de egy picit talán el is torzítják ezt az egész gyógyítást, akkor ugye többet kellett adni az embernek magából, mint orvosból. Talán a sikerélmények is ugye pregnánsabbak voltak, de hát aztán nyilván, ahogy változik a technika, a környezet, mindig azt kell elfogadni, azt kell használni, figyelembe venni. De a legnagyobb dolog, én úgy gondolom, hogy a legsikeresebb, hogyha egy ilyen osztályt össze lehetett rakni. Ezt az osztályt ugye innovatív módon tovább lehetett vinni, és végül megtaláltuk magunkat ebben az épületben, ahol most vagyunk. Ennek is már 10 éve, annak a műtői környezetnek a kialakítása, de leginkább az a munkatársaknak, a személye a munkatársaknak, a empátiája a munkatársaknak ugyanaz a, vagy hasonló viselkedése, amit én magamtól is elvárok, ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát ugye different emberek vannak, tehát egyik individuum ilyen, a másik olyan, de az egy óriási siker, amikor egy csapatot úgy össze lehet rakni, hogy a különböző emberi viselkedés és mindenféle formák mégis integrálódnak egy irányba, az pedig az, hogy ezen az osztályon gyógyítsuk a betegeket, és úgy gyógyítsuk, ahogy én elvárom, egy idő után magunktól mindenki ugyanezt várja. Meddig és hol tudunk szavazni, mikor lesz a díjátadó gála? Én is csak informálódok a honlapról, ez mai naptól, tehát február 19-től március 19-éig, és akkor nyilván az alapítvány grémiuma eldönti, összeül, megszámolják, illetve hát kihirdetik az eredményt. Az információ alapján azt hiszem a Tudományos Akadémián lesz valamikor, talán áprilisban, de ennyire nem vagyok felkészült ebből a dolog. Nem ez a dolog lényege. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Készséggel. Közös úton a klímasemlegesség felé. Erről szól a Kul Miskolc kezdeményezés, amellyel egy élhető, fenntartható, egészséges és alkalmazkodóképes zöld város a cél. De hogyan tehetünk mi magunk is ennek elérése érdekében? Erről beszélgetünk a következőkben Sélei Andrea közösségfejlesztő szupervájzorral. Jó estét kívánok! Jó estét nektek is! Először is arra kérném, hogy oldjuk fel azt a szókapcsolatot, hogy általánosságban a Kul Miskolc mit takar, miről szól. Ez a klímasemleges missziónak lett egy szava, és a betűk egészen konkrétan is jelentéssel bírnak. A C az a karbonsemleges, van az organikus, mint O, a másik O az okos, és az L a laza, mert hogy meg kell ugranunk ezt az átalakuló kihívást, amit a klímavészhelyzetnek neveznek. Mi kell ahhoz, hogy a város partnere találjon a lakosságban? Mert ugye nem minden folyamat irányítható felülről. Szerintem egyrészt az információ, mint minden közösségi vagy társadalmi részvételt erősítő programban az a leghangsúlyosabb, hogy információhoz jussanak a helyi emberek. És azért az elmúlt pár évben, amióta én a Miskolci részvételi programhoz civilként kapcsolódom, azért elmondható, hogy ebben nagyon sokat fejlődött a városvezetés. Létrejöttek olyan felületek, ahol egyértelműen elérhetők olyan információk, ami a mindennapi életünket meghatározzák.
és ugye ennek a tervezzük-miskolcot.hu online felületnek, tulajdonképpen egy ilyen e-demokrácia felületnek az lenne a lehetősége, hogy ezen keresztül kapcsolódjanak. De én régóta dolgozom közösségekkel, és azt hiszem, hogy a személyes kapcsolódások talán a leginkább még mindig, amik prioritást élveznek, és sok olyan helyi csoporttal, kisközösséggel dolgozom, akikkel lehet beszélgetni már így a klímatudatos jövőnkről, mert hogy az a 2030-ig kitűzött missziónak a célja, hogy ez a karbonsemlegesség, ez a klímasemlegesség megvalósuljon Miskolcon. Azért fontos ez, mert szinte a lehetetlennel egyenlő ez a kihívás, és azért bekerültünk egy olyan kiváló 100 közé, akik mégis megpróbálkoznak ezzel. Milyen eszközökkel igyekeznek tudatosítani, hogy a környezetvédelme az közös felelősség, közös cél? Talán így az információhoz kapcsolódóan most első lépés az előkészítő szakaszban egyértelműen a kommunikáció. Azért is örülünk, hogyha minél többen, minél többféle szereplőként ebből a kis klímacsapatból be tudunk kapcsolódni így a nyilvánosságba, a médiába, és szerintem, ha elkezdünk tudni magunkhoz közel húzni az életviteli szinten, akkor válik ez egy gondolkodásmóddá, és ezt is szeretnénk elsőképpen, hogy állampolgárok egyéni szinten végig gondolhassák, hogy mik azok a, egyébként valószínűen, hogy már sok mindenki így is működik, de mik azok a lehetőségek, amivel kis emberként is hozzájárulhatunk ehhez a közös vállaláshoz. Úgyhogy ehhez a Cool Miskolc felületen, ami az említett tervezzük miskolcot.hu oldalon megtalálható, olyan elköteleződési nyilatkozatokat tüntettek fel, vagy rögzítettek online elérhető módon a kollégák, amire egészen konkrétan a mindennapi életünkből be tudjuk x-elgetni, hogy mi az, amit már egyébként is jól csinálunk. Egész a víz megtakarítás, vízhasználat, vízfogyasztás kapcsán, az energiahasználatunk során nem csak a hűtés, vagyis nem csak a fűtés, hanem most már ugye a hűtés is nagy kérdés lesz a felmelegedés mentén. Kicsit ez a cool szó ezt is akarja tükrözni, hogy ez a hűvös, ez nagy közös feladatunk lesz, hogy a hűtés technikákat minél kisebb energiafogyasztással tudjuk majd megoldani. És szerintem amellett, hogy így az energia kérdése, ami ugye leginkább az energia, vagy a CO2 kibocsátáshoz hozzájárul, ami egyrészt az említett épület, másrészt a közlekedéshez kapcsolódik, emellett szerintem a legjobban én hétköznapi emberként is, de talán így a miskolci kulturális élet mentén is, a zöld felületek növelése lesz az a közös elindulási, cselekvési pont, ami megszólíthatja az embereket, mert Miskolcon az ökológiai, illetve a zöld civil szervezetek, szakemberek nagyon nagy múltat teremtettek már ennek a gondolkodásmódnak. Tehát nagyon sok olyan helyi szakember van, aki évtizedek óta formálja a miskolci lakosságnak a szemléletét. Úgyhogy alapvetően nagyon sok kis tudatos közösséggel találkozom én magam is, akik már a zöldítésen túl, a kertészkedésben gondolkodnak, hogyan lehet visszahozni ugye annak a kultúráját, hogy akár önellátó élelmiszer ellátásban is előrelépjünk, mindazon túl, hogy ugye az üvegházhatású gázok elnyelő képességét az élő talaj és a zöld felület támogatja. Vállalásokat is tehetnek a miskolciak. Milyenek érkeztek már, mik a tapasztalatok ezekről? Még az előkészítő szakasz van, hiszen ez a, mi CCC-nek hívjuk, de Városi Klímaszerződést egy szakmai csapat írja meg, és ugye annak a bemutatásához jobban fognak tudni kapcsolódni az emberek.
és az elköteleződések ez említett Kulmiskolc felületen ezen nyilatkozattal elérhetőek, meg lehet nézni egyéni szinten is, civil szervezeti szinten is, sőt cégeknek is készült egy forma, ami nem csak az üvegháztartású gázok kibocsátásával kapcsolatos információkat, hanem már a klímatudatos fejlesztési törekvéseikben is vállalást tehetnek, nagyon sok múlik a helyi cégeken, nem csak mint energiafogyasztók, hanem mint foglalkoztatók, akik ugye az itt élő embereknek a munkáltatói, tehát hogy valamilyen közös gondolkodásra is hívjuk őket ebben az átalakulásban. És visszakanyarodva a kérdéshez, hogy milyen vállalások történtek, érdekes módon az egyének hamarabb megszólíthatóak, tehát még ki sem került erre a Kulmiskolc felületre, ugye ez az elköteleződési kisnyilatkozat, már is néhányan vállaltak, és felelősen, tudatosan mérlegelték, hogy akár ledizzók használatával, akár eső, tárolók bevezetésével, akár a tudatosabb energia használatról már tudnak gondolkodni. Illetve én magam a különböző közösségekkel való munkában látom, hogy valóban elindult ez a városért közösen gondolkodó szemlélet is, ahol már jönnek a javaslatok, és ezt hál' Istennek megelőzi ugye az említett részvételi program, ahol a részvételi költségvetésben is már számtalan olyan javaslat jött, hogyan legyenek zöldtetők garázsok tetején, hogyan legyen akár a vízhasználatunk kapcsán egy kis megújulás lépésről lépésre, és most is ezek a kezdeményezőbb készségű emberek tudnak először bekapcsolódni, de akár konkrét civil szervezet is vállalta, hogy évi hány alkalommal csinál szemléletformáló oktatáshoz hasonló alkalmakat. Jellemzően, ami szerintem nagyon egyértelmű, hogy a fiataljaink körében lehet ezt leginkább elkapni. Ilyen eszközként nagyon fontos meg is kihangsúlyozni, hogy az online felületen túl azért van személyes alkalom is. Most hétvégén a polgármester asszonnyal, illetve a Klíma kis csapattal például a termelői vásáron tudtunk beszélgetni ott vásárló helyi emberekkel, és nagyon sokan elmondták, hogy komposztkeretet azért szeretnének használni, mert hogy már ők maguk a komposztot is felhasználnák tudatosan a saját kertjükbe. Vagy sokan azért kapcsolódtak, hogy társasházként igényelnének már, hiszen egy házban, ha már 2-3 ember elkezdi ezt a kultúrát, akár lakótelepi szinten is, akkor nem csak a hulladék csökken, hanem lehet gondolkozni arról is, hogy esetleg a város hogyan hasznosítsa a környező parkokban majd a keletkező értékes komposztot. Ha már az alkalmakat említette, a jövő héten egy fórumot is tartanak majd. Ennek mi lesz a témája és mikor, hol találkozhatnak itt az emberek? A Városháza dísztermében lesz a Városi Klímaszerződésnek tulajdonképpen az első alkalommal történő bemutatása. Ahogy említettem, minden tiszteletem a szakmai csapat felé, akik formálják a rengeteg információból, tudásból össze ezt a 80%-os, vagy majd hogy nem net zérós, tehát 100%-os kibocsátás csökkentési tervezetet. Ez egy akcióterv tulajdonképpen, amiben már konkrét területek is vannak, hogy hol kell milyen csökkentéseket véghez vinni a városi intézményeknek, városlakóknak, és ebben az önkormányzat felvállal egy nagyon tudatos, koordinációs kommunikációs szerepet. De emellé készül egy beruházási terv is, ami láttatja, hogy azért ez nem fog menni a mi kis zsebünkből, és hogy erről is érdemes beszélgetni, ugye az eddigi kultúránk szerint pályázatokból történtek fejlesztések,
érdemes átgondolni, hogyha most vannak erre európai források, akkor azok hogyan hívhatóak be ehhez a misszióhoz, illetve milyen helyi megoldások születhetnek, vagy akár bankokkal való zöld megállapodások születhetnek ahhoz, hogy az egyének egy tudatos életváltáshoz érkezzenek. Illetve van egy nagyon fontos része, ami pont ezt a Kul Miskolc felülethez kapcsolódik. Ezt úgy hívjuk, hogy ez a partnerség, az elköteleződések fejezete, mert hogy ez a nagy vállaláshoz mindenki kell, és mindenki az egyéni szintjén tudja megmondani, hogy mi az, amiben már most látja, hogy esetleg tud kapcsolódni, el tud köteleződni. De az elkövetkezendő évek arról szólnak, hogy valós partnerségek szövődjenek, közös gondolkodásokból, közös cselekvések történjenek. Úgyhogy ezt szolgálja ez a szerdai esemény. Egészen pontosan 4 órakor a díszteremben kezdődik, és a Városi Klímaszerződés bemutatása után ezen partnerségi lehetőségekről fogunk együtt gondolkodni. Civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, és hát a legnagyobb tulajdonképpen számomra az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy a klímanagykövetekkel is, mert hogy a klímanagykövetek azért az elmúlt 2-3 évben már elkezdték ezt a szemléletformáló tevékenységet, és most az előkészítő szakaszban különösen szeretnénk, hogyha az ő gondolataik, tapasztalataik bekapcsolódnának. Én magam már az ősszel beszélgettem egyszer velük, megfogalmazták, hogy rengeteg tapasztalat összegyűlt az iskolákban, saját társas játékot fejlesztettek, aminek összegyűltek tapasztalatai, de hogy ők már azért valamilyen konkrétabb cselekvésbe is nyitottabbak, úgyhogy reményeim szerint jövő hét szerdán velük is tudunk találkozni. Összességében hogy látja, mennyire elkötelezett Miskolc lakossága a klímavédelem, a környezetvédelme kapcsán? Az elköteleződés szerintem egy folyamat, és én erről úgy tudok gondolkodni, mint a saját életemről is, hogy 20-30 évvel ezelőtt volt talán az első élményem, amikor tudatosan eszközöltem a családi életünkben olyan lépéseket, vagy emlékszem 2010, lehet, hogy 10 előtt volt olyan, amikor zöldségközösséghez kapcsolódtam, átgondolva azt, hogy én olyan organikusan termesztett bionövényeket, zöldségeket szeretnék enni, amik nem csak az egészségemnek, hanem mondjuk a bolygónak is nagyon meghatározó döntés. Nem is gondolnánk, hogy a húsmentes fogyasztás például egy milyen hangsúlyos ebben az UHG üvegháztartású gázok mérlegében, leltárában. És én azt gondolom, hogy mindenki a saját megoldásai mentén fog önmagához elköteleződni, nem annyira a városhoz. Tehát ez az én gondolati világomban, ezen a Kul Miskolc felületen majd megjelenik egy Miskolc térkép, ahol ezek a kis, tudatosabban működő egyének, közösségek úgy jelennek meg, hogy ők aztán majd támogatni tudják egymást a megérlelt folyamataikban. És azt hiszem, hogy talán itt kell egy picit újraértelmezni ezt az elköteleződés szót, hogy igen, egy ügyről beszélünk, amit témává kell tegyünk, de talán az önmagunkért való felelősségvállaláshoz való elköteleződésről szól ez, hiszen a gyerekeinknek szeretnénk, hogyha ez a föld még élhetőbb lenne, mint most. Én nagyon büszke vagyok Miskolcra, hogy belevág ebbe. El sem tudom mondani, hogy amellett az értékrend mellett, amit megismerhetek itt a miskolci közösségek életében, azért ez egy nagyon nagy lépés. Ez a nagy lépés, hogy itt akkor most ebben az átalakuló világban mi az elsők egyike leszünk, nem csak így Európában, hanem Magyarországon is, Pécs és Budapest mellett, azért nagyon szerintem elismerésre méltó, hogy vannak emberek, akik már most cselekvésre buzdítják egymást, és én magam is több ilyen kis közösség tagja vagyok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, várjuk a további fejleményeket klímaügyben. Köszönjük. Köszönjük szépen. Minden jót, viszontlátásra. Viszlát. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.